Lobogó zászlók és hangos dudaszó tölte meg a reggeli csendet Szabadkán. Az Urunk mennybe menetele szerb ortodox templom előtt ünnepelték Krisztus születését a görög katolikus hívők. A kocsisor rendőri kísérettel indult a Makhetesi erdő felé. Minden év január 6-án hajnalban az ortodox férfiak három fejszecsapással vágták le a megfelelő tölgyfaágat, majd ezeket vitték az otthonukba. Bogdan Ilit gyermekkora óta őrzi ezt a hagyományt. Most is emlékszik rá, hogy az édesapja karácsony böjtjén a tűzhelynél meggyújtotta a badnyakot. Ez jelezte a karácsony kezdetét. Zsenyoga očekivali Hristovo rođenje je nama nešto najveselije, nešto najmilije što možemo da dočekamo, pogotovo u porodici, pogotovo u krugu, baš porodice među decom, među babama, dedama i tako. Tömjén illat lengte be a város melletti rengeteget. A levágott tölgyfágakat Dragan Stokin áldotta meg. A szabadkai pap liturgiájában kiemelte, hogy a badnyák Krisztus születésének jelképe. A kereszt pedig, amivel megszentelik az ágakat, a megváltó határtalan szeretetének szimbóluma. Krst jeste geometrijska projava ljubavi, da tako kažem. Ljubavi vertikalne prema Bogu, Otcu, i horizontalne Hristos je na krstu zagrlio svet, čitav svet. U želji da ga spase. Dakle, pokazao je jednu meru ljubavi koju bismo svi trebali da imamo, a to je da živimo jedni za druge. A hívők visszaérve Szabadkára gyertyát gyújtottak a pravoszláv templom udvarának imahelyén. Krisztus se rodi, avagy Krisztus megszületett. Ezzel a mondattal köszöntik egymást az ortodox hívők. Erre a válasz, Vaistinus se rodi, avagy tényleg megszületett.